Amikor üvegfóliát választunk, mindig felmerül a kérdés, hogy mennyire látszik át, hogy engedi be a fényt, mi az, amit kintről befelé lehet látni, vagy bentről kifelé. Azon kívül sokszor nem lehet jól látni a mintákat sem, hiszen a webshopon keresztül az ember nem tudja megtapogatni, meg elég kis képek szoktak lenni, hogyha pedig üzletben nézelődünk, akkor gyakran csak feltekercselve találkozunk vele. Ezért elkészítettem egy pár olyan mintát, elég sokat, amikor ilyen 50x50 centis átlátszó plexire ragasztottuk fel a kolléganőkkel ezeket a fóliákat, és itt meg fogom mutatni nektek, hogy mennyire látszódik át. Tehát ugyanazt látod így a plexivel, mint hogyha magát a fóliát ragasztottuk volna föl az üvegre. El fogom mondani azt is, hogy melyiknek mi a cikkszáma. Így fogok állni. Jó, tehát ez a egyébként Milky fedő nevű 200 kötőjel 25-28-as DC fix fólia. Ezt nagyon szeretitek, amikor ilyen semleges megoldásra van szükségetek. Egy picit ilyen recés a felülete, és nincs semmi különösebb mintája. A legnagyobb dilemma az szokott lenni, hogy ezt választjátok, vagy pedig ezt az opát, aminek a 200 kötőjel 28-66 a cikkszáma. Az előző, és ez is kapható mind a három normál szélességben. Ez egy teljesen sima felület. Tehát ezeknek van a 45 centis, a 67,5, illetve a 90 cm-es kiszerelésük. Mi az üzletben mindegyiket vágjuk. Ez a következő egy viszonylag új minta, a cikkszáma 200 kötőjel 32-66-os, nagyon szép, ugyanolyan az alapja, mint az előző Milkinek, és akkor ebben van ilyen szép fehér minta, ami itt távolról is hol szürkének, hol fehérnek látszódik. Ennek 45 centis, illetve 67,5-es kiszerelése van, DC Fix termék, és tartjuk mindegyiket az üzletben. Ez a csíkos, ez a 200 kötőjel 29-10-es, egy ilyen kis színátmenetes csíkokat képzelj el. Ennek csak a 45 centis változata van, DC Fix termék, van bent nálunk mindig. Szintén csíkos, de egészen más, egy ilyen sűrűbb. Ez a 200 kötőjel 03-16-os, egy zuhanykabinokat lehet ilyen mintával sokszor látni. Ez is DC fix, és ez 45 centis kiszerelésben van. A DC fixnek egy virágmintása, ilyet ritkán szokott kiadni. Ez a 200 kötőjel 30-63-as, és a 45 centis, illetve a 67-es változata van. Tartjuk mind a kettőt az üzletben. Ez a körös minta. 200 kötőjel 27-01-es, szintén DC fix, és tartjuk mind a három szélességét. Elnézést. Akkor egy színes. Ez a 200 kötőjel 27-95-ös, ennek is létezik kettő szélessége, a 45-ös, illetve a 67 és feles. Ez a felhős is nagyon szép, ha bár kifutóra került. Itt látszik azért, hogy sokkal jobban át lehet látni az árnyakat, mint hogy is vagyunk itt, mint a többin. Ennek a cikkszáma 200 kötőjel 28-74-es. Igen, és csak a 45 centise van nekünk most bent. Ezt így kell tartani. Ez a 200 kötőjel 32-02-es. Ennek 45 centis, illetve 67,5 centis változata létezik. És ennek is az alapja ez a kicsit recés, mint a Milky. Ezt a mintát nagyon szeretitek, amikor ilyen semleges kell. Ez a 200 kötőjel 09-07-es, még mindig DC fix. És mind a három szélességben tartjuk, tehát a 45-ösben, a 67 és felesben, illetve a 90-esben is az üzletben tudtok belőle akármennyit vinni. A webshopban ugye a 2 és 5 méteres, illetve a 15-ös lehetőségek vannak. A 200 kötőjel 30-06-os,
próbálom mutatni, hogy mennyire látszik át. Jellemzően azért ezek a színesebbek jobban átlátszódnak, mint a fehérek. Ennek a 45 és a 90 centis változata létezik, mást a 67-est nem gyártják. Ez a 200 kötője 26-65-ös, ennek ilyen kék és zöld színei vannak, nagyon szép egyébként, messziről nem igen látszik. És ennek a 45 centis változata van forgalomban. Van ez a szilánkos, 200 kötőjel 25-35-ös. Ilyen a mintája közelről. A 45 centis, 67 és feles, illetve 90-es is van, és tartjuk is őket az üzletben. Ez a 200 kötőjel 32-31-es. Ez egy rendkívül színes, és van benne még ilyen madár és szitakötő, minden. 45 centis változata létezik, volt neki 90-es is, de sajnos kivették a szortimentből. És akkor van még ez a füstös üveges, ez a 200 kötőjel 25-91-es, tehát ennek egy ilyen barnás színe van, és mind a három szélességben tartjuk. Ilyen közelről. Mutatok egy nagyon szép statikus fóliát, és a statikus fóliának ugye az a lényege, hogy nincs ragasztó rétege. Úgy látom, hogy nem nagyon látszik, a minta pedig nagyon szép. Egy ilyen szitakötős mintája van. Tehát ennek nincs ragasztó rétege, hanem csak simán a vízzel fog megtapadni az üvegen, és akkor könnyen le is lehet szedni. Találtok sok mintát, de ez egy új, és ebből csináltunk kis ilyen kis mintatáblát. Amit még nagyon szerettek nálunk, ez a Patifix-es ilyen ólomüveg mintás. Ennek a cikkszáma 11, kötőjel 22-40-es. Kétféle méretben van, a 45 centis, illetve a 90 centis szélességben. Mi tartjuk mind a kettőt az üzletben. Ez a következő egy alkorfólia, a 200 kötőjel 0007-es. 45 centisben létezik, és azt tartjuk is az üzletben. Ez is egy alkor, a 200 kötőjel 0034, egy ilyen kis indamintás. A 45 centis, illetve a 67 és feles létezik belőle. Ez még mindig egy alkor, az Alba nevezetű, 200 kötőjel 0009-es, csak 45 centise van, azt szoktuk tartani. Mutatom közben, hogy minél közelebb van a kezem, annál jobban átlátszódik. Minél messzebbre, annál gyengébbek a kontúrok. Jó, akkor tartjuk a vaníliát is. Ez a vaníliának a 11803-asa, itt már csak egy ilyen kis darab lapunk volt, azért került ilyenre. 45 centis, illetve 67 és feles változata van. A vaníliát nem tartjuk olyan jó készlettel, mint a DC Fix-et, úgyhogy itt lehet, hogy számolnod kell egy hosszabb beszállítási idővel. Erre nem írtunk cikkszámot, de ha ez érdekel, akkor kérdezz rá. Az a lényeg, hogy nagyon-nagyon átlátszik, tehát ez inkább csak dekoráció. Mi feltettük az üzletben a bejárati ajtóra többek közt ezt is, és az a nagyon szép benne, hogy ahogy átjön rajta a fény, akkor ezek a színes részek, ezek kivetülnek a padlóra. Nagyon kis helyes az egész. Akkor még egy patifixesünk van, ez a 11 kötőjel 21-85-ös. Ezen ilyen nagy rózsafejek vannak. Így. Csak itt is már csak egy ilyen kis mintánk volt. 45 centis szélességben szoktuk tartani, de nincs bent mindig. Ez a vaníliának egy statikus fóliája, csak 67-es szélességben van. Nem írtam föl rá a
cikkszámot, de hogyha keresed, akkor a vanília üvegtapétái között egész biztosan megtalálod, vagy pedig a statikus üvegfóliák között. És még egyet hoztam tőlük, ezt is nagyon szeretem, különleges, ez a kaktuszos, ez is szintén vaníliás, szintén csak 67,5 centis és csak statikus változatban kapható, így van a mintája. Tehát mivel 15 méteres, akár 15 méternyi polcot is meg tudsz vele csinálni. Jó. Remélem, hogy ezzel tudtam segíteni, mivel tényleg azt látom, hogy nagyon sokszor ez a problémátok, hogy mennyire fog átlátszódni, milyen is a minta, és úgy gondolom, hogy ez a legjobb módja annak, hogy bemutassam nektek.